Az utolsó simításokat végzik az új nyíregyházi szociális intézményben az Őz utcán. A kivitelező jövő héten befejezi a munkát. Takarítás, bútorbeszerzés és a papírmunka után márciusban már megnyithatja kapuit az új épület. Ennek köszönhetően 190 főre nő a férőhelyek száma, számukra 5 szociális alapszolgáltatás lesz elérhető. Ezek között van az étkeztetés, a házi segítségnyújtás és támogató szolgáltatás, a fogyatékos személyek nappali ellátása, valamint a pszichiátriai segítségre szorulók nappali és közösségi ellátása. Ez részben régi, részben új szolgáltatás lesz. De egy teljesen új feladatot is ellátnak majd az új épületben. A szenvedélybetegek napi ellátása is az intézményhez tartozik majd ezentúl. Azt gondolom, hogy ma nagyon nagy igény van ezekre a nappali ellátási területekre, illetve központokra, hiszen a gyakorlati tapasztalatom azt mutatja, hogy itt hasonló helyzetű kortársak találkoznak össze, alakítanak ki egy bizonyos kapcsolatot, ezeket a kapcsolatokat fent tudják tartani. Együtt közösen tudnak olyan rendezvényeken, programokon részt venni, ami az intézmény szervezésében történik, és nyilván ez az ő érdeklődésüknek, illetve igényüknek megfelelvén van kialakítva. Az új épületben különböző rendezvényeket is szerveznek, és több régi program is ide költözik, többek között az Idősek Akadémiája is. A szakemberek száma is nőtt az új központnak köszönhetően, 8 új munkatársal bővül a létszám. A fejlesztésnek köszönhetően a helyi szociális rendszer egy újabb, színvonalas épülettel gazdagodott, közölte Nyíregyháza polgármestere. Az alapszolgáltatások infrastruktúrális fejlesztésére és bővítésére 2 ütemben 574 millió forintot fordított az önkormányzat az elmúlt időszakban, saját és uniós forrásból. Itt ugye egy új épület valósul meg 471 millió forintos beruházásból, de korábban a Körte utcán, a Május 1 téren felújítottuk a Vécsei utcán a gyerekek, illetve az idősek számára szolgáló épületeket. Itt egy idősek nappali ellátására épül ez a ház, ami 190 embert tud fogadni. Belvárosban nagyon jó helyen egy megfelelő kerttel, tehát szabadtéri lehetőségekkel együtt. Kovács Ferenc hozzátette, az idősek ellátása egyre több feladatot ad az önkormányzat számára, ezt viszont szeretnék a legmagasabb színvonalon biztosítani.